megy az Evolution Power. Most lett 42 órás a 90-es hidrójú Viggevano bucim. Úgyhogy baromi kíváncsi leszek, hogy mit fog belőle sütni, hogy tudom bevetni. Milyen lesz belőle gyakorlatilag így 42 órásan. Azt tudni kell, hogy azért ezek a magas hidratációi tészták, ezek nagyon gyorsan el tudnak szállni. Tehát egy jó pofa dolog, ezzel lehet így villantani, de ilyen éttermi szinten ilyeneken nem lehet dolgozni. Én csak ilyen precíziós tésztevezetéssel lehet gyakorlatilag kisütni egy-egy pizzát. Szerintem így 24-36 óra után ezek már szerintem elkezdenek elfáradni. És ilyen rohamos ütemben. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit tudunk belőle alkotni. Úgy. Na, kitesszük ide a kőre. És próbálunk bele egy ilyen kereket formázni. Így. És akkor megpróbáljuk szépen kiformázni, hogy ilyen kerek pizza formája legyen. Egyébként nem tudom, hányan jártatok Nápolyba. Mondjuk 4-5-ször biztos voltam. És valahol tényleg kerek a pizza, de nem alapvetően nem foglalkoznak vele különösebben, hogy egy picit ovális, vagy megnyúlik. Főleg elmész Nápoly leghíresebb pizzériával, ott aztán hajogatják ki a napi 1500 pizzákat, úgyhogy nem nagyon foglalkoznak így a két kemencével, ahogy kijön belőle gyakorlatilag a... Na, hát nagyot nem nyújtunk rajta, majd a lapáton valamennyit. És most egy újdonságot készültem még, ebből a chimichurrival, ez az argentinok pestoja úgy hívják, ez egy ilyen fűszer keverék, ami van hagyma, bors, petrezselyem, koriander, úgyhogy ilyen fűszerek, és akkor ezt szokták így bekeverni solajjal, egyebekkel, és akkor lesz belőle egy ilyen gyakorlatilag barbecue fűszer. Itt látható is, hogy ilyen kis zöld, amikor be van keverve, és hát én belekevertem gyakorlatilag ebbe a tejszínes alapba. Úgyhogy baromi kíváncsi leszek, az illata nagyon kis izgalmas, és arra gondoltam, hogy ezzel is egy ilyen új ízvilágot teremtek, ami kis ízlelő bimboinknak. Úgyhogy neked is ezt javaslom, hogy vagy ahányszor sütsz, mindig valami csavarjál rajta, hogy mit tudsz valamit pluszba csinálni, és nem csak a hagyományos nápolyi ízeket kövessed le, nem azért, mert az nem jó, hanem hogy változatosság, gyönyörködőt szokták mondani. Dobunk le egy kis gránapedánot. Így. Akkor szeretem gyerekek a cheddart, úgyhogy ezt is fogok most dobni rá egy kicsit. Így. Jó rá, és fiót gyalatte. Így. Maradt a fekete sajtból benne. Még raktam bele ugye a godából tegnap, és de mellé raktam. Rakunk egy kis fekete godát középre. Így. Az. És készítettem az airfryerbe cukkinit, szintén ebben a mexikai fűszerkeverékkel, most olaj nélkül. Látszik is, hogy egy kicsit chipszerű száraz. Hát valami 8-10 perc alatt elkészült, beraktam automatán. Mert ez képes arra, hogy így automatán megsüt dolgokat. Úgyhogy egész jól sikerült így automatán. Na, így nézünk ki. Úgyhogy majd dobunk rá még egy kis olajat, hogyha felraktuk lapátra. Meglátjuk, hogy mit tudunk sütni vele. Így. Dobunk rá egy kis lisztet. Na. Kihúzzuk, hogy legyen egy rendes pizza méretünk. Így. Na, meg is vagyunk. Dobunk rá egy kis olajat. És becsattintjuk a kemencébe, reméljük, hogy sikerül egy mesésvetést bepattintani. Mert sajnos nekem se sikerül mindig, mintha itt egy kicsit kevesebb sajt lenne. Úgyhogy így beteszek meg egy picikét, így kinyújtottuk.
Na, hajítsuk be és nézzük a 90-es hidrót 42 órásan, hogy sül ki. Így. Na. Így. Hát nem volt tökéletesen, kicsit megemeltem a végén a lapátot, mikor kihúztam alóla. Lehet, hogy izgultam itt a 90-es hidró miatt. Úgyhogy látjátok, azért kell figyelni, hogy mennyire egyenletesen rakod fel a feltéteket, hogy ne keletkezzenek rajta ilyen megemelkedések, ugye, ahol a pára gyakorlatilag áramlik ki a tésztából. Ja, ezt itt elfelejtettük megnyomni. És egy 35-re van beállítva, emlékeim, nem 2 percre. Úgyhogy ez valószínűleg később fog sipolni, mint ahogy kiveszem. Na, szépen indulnak fölfelé az abroncsok. Úgyhogy megnézzük, hogy mi sül ki, gyerekek, a 90-es hidróból. Jó kis vigevánó lisztből, de ahogy látom, az abroncsok szépen elindultak fölfelé. Úgyhogy rendben leszünk. Szerintem maximum egyébként ilyen 90-es hidrónál 48 óra a full, és utána egyébként szerintem indul lefelé a tészta, abroncsa, meg a rugalmassága. Természetesen neki jó kézügyessége van, az 3 nap után is ki fogja tudni, 72 óra után is szépen nyújtani, meg nyilván még jobb ízű lesz a tészta. Hát így, amit most reggel kíváncsi leszek, hogy így valóban 42 óra után elveszítette azt a minimális gumisságát, ami 16 óra után megvolt, ami egyébként normális is egy ilyen nagyobb, gyakorlatilag hidratáció, ilyen rövid, vagy magas vértékű lisztnél normális is. Úgyhogy alakulunk szépen. Jó látni, ahogy sül benne. Szóval a feltétek ott szépen ropognak bent, gyognak. És majd fogjátok látni, hogy nem nagyon fogok majd itt gyakorlatilag forgatni, hanem amikor így kész van, akkor szépen kiveszem, és szerintem most vagyunk jók. Azaz. Gyerekek, itt van jó kis tésztánk. Na, szerintem patika lett. Így, meg is állítjuk. Nézzük meg, milyen ropogós. Jó kis rop is. És nézzük meg, milyen az alja. Na, szerintem az rendben van. Teljesen. Így. És hát arra gondoltam, még egy picit megborolítom, a Tomi barátomkor kaptam egy ilyen krém, balzsam, a füge kis szósz, dressinget, úgyhogy szerintem ezzel meg fogom egy kicsit losolni. Így. Úgyhogy egy igazi kis gurmé pizzát ide pattintottunk, úgyhogy szerintem hozzak is egy tányért. Kirakjuk rá, és megnézzük, hogy milyen ízvilágot raktunk össze, meg hogy elveszítette a gumisságát a tészta. Na, nézzük meg, hogy milyen. Gyerekek, nagyon szép a szerkezete a tésztának. Hát ez gyönyörű, gyerekek. Oda nézzetek, milyen szép a kottúra. Na. Szerintem ez nagyjából ki is hűlt. Ez még miért egyébként az alja. Ugye a tésztának, nézzetek csak. Szépen megsült. Na nézzük meg. Ez a chimichurri, ez jó kis izgalmas ízvilág. Semmivel nem lehet összekeverni ezt az ízvilágot egyébként. Semmi gumiság nincs, gyerekek.
Gyönyörűen eltűnt. Na. Ahogy mondtam, ennyi kellett neki. 36 plusz óra is teljesen rendben van. Úgyhogy ilyen volt a mai sütögetés. Hello!